harmadik alkalommal rendezte meg a viaduktás saját sportág választóját. Az idei eseménynek mi a különlegessége és hogyan építették fel a napot? Az idei sportágválasztó különlegessége az, hogy idén többen kilátogattak az elmúlt évekhez képest. Nagyon sokan érdeklődtek az atlétika iránt, hiszen most volt az elmúlt héten az atlétikai világbajnokság, és ez éreztette a hatását. Két újdonságot valósítottuk meg atlétikán belül. Kihelyeztük a világcsúcsmagasságokat rúdugrásban, magasugrásban, távolugrásban, hiszen ezek a mik látványosak és mérhetők. A másik különlegessége az, hogy az U8-as és U10-es korosztálynak futóversenyt szerveztünk rövid távon, 40 méteren és 60 méteren, amelyen fiú-lányok között osztottunk érmet. És ezen kívül a csapatsportoknál is voltak kisebb ügyességi versenyek, kosáradobó verseny vagy kapuralövő verseny, focinál például, és ott is nyereményekkel gazdagodtak a gyerekek. A harmadik különlegessége pedig az volt, hogy az eddig megszokott szakosztályokon kívül, melyek a labdarúgás, kosárlabda, röplabda, kerékpár, frisbee, judo, karate, sakk, skander és atlétika, emellett megjelent a torna, kézilabda, valamint a görkorcsolya is. Honnan jött a szakosztály indításának az ötlete? 8 éve élek itt Biatorbágyon, és 6 éves koromtól szertornázom, egészen az egyetem elvégzéséig. Testnevelési egyetemet végeztem, mint testnevelő tanár, és ez mindig is álmom volt, hogy végre Biatorbágyon is elindítsam. Budaörsön éltünk egy darabig, ott csináltam ezt 4 évig az iskolában, úgyhogy ez egy hiánypótlás itt Biatorbágyon. Felkerestem Tajti Józsefet, mert nagy vágyam volt, hogy Biatorbágyon is elindítsuk a görkocsiját, mert Szegeden édesapám még már ezzel foglalkoznak, és nagy örömömre befogadtak minket a kis családjukba, úgyhogy így lettünk mi is egy szakosztály. Párom Vince Gábor a foci edző itt a viaduktesénél, és mi telepettünk le Biatorbágyon, és mivel én 26 évig kézilabdáztam profi szinten, és hallottam, hogy Biatorbágyon nincs kézilabda, ezért célunk volt, hogy elkezdjük Biatorbágyon a kézilabdát. Edzőként és szakosztályvezetőként mik a tervei? Hát egyelőre nagycsoportos óvodáskortól hirdettem meg ezt a szertornázás lehetőséget egészen 4. osztályos korig. Azért a kislányokkal, mert szeretném az alapoktól elkezdeni, és akkor ezek a kislányok, amint nőnek, akkor bővülne tovább is a csoport. Hát nagyon szeretném azt, hogyha itt is megismernék ezt a nagyon szép nőies, esztétikus sportágat, ami fejleszti mind az állóképességet, a koordinációs képességet, egyensúly, testtartás. Na, szóval szeretném, hogyha ez itt Biatorbágyon is hagyományá nőhetné ki magát. Hosszú távon abszolút a versenyzésre szeretnénk ráállni. Nem lesz kötelező, tehát nem muszáj versenyezni, de én a gyorsasági görkorcsolya vonalát fogom itt Biatorbágyon képviselni. Tehát a gyerekek megtanulják, hogy hogy kezeljék a gyorsaságot, illetve tudnak majd nagyon gyorsan körbe-körbe menni, de az akadálypályákat is perfektül fogják elvégezni. Elsősorban szeretném, hogy a gyerekek megszeressék itt is a kézilabdát, és szeretnénk felfejleszteni, tehát hogy komoly célok legyenek a gyerekeknél is a versenyeztetést illetően, és aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni. Szülőként miért tartja fontosnak, hogy a gyerekek sportoljanak? Szülőként és egyébként ex-sportolóként én mindenképpen fontosnak tartom, leginkább azért, mert hát a mai felgyorsult világban a gyerekek úgy gondolják, hogy mindent most azonnal meg kell kapni, és minden csak úgy jön, és az ölükbe esik, de a sport egyébként egy óriási kitartásra tanít, arra, hogy ahhoz, hogy elérd a célodat, igenis keményen meg kell dolgozni, és egyébként én ezt szeretném ezt a leginkább a gyerekeimnek továbbadni, mert lehet, hogy gyorsan esik a sikere az ölükbe, de ettől függetlenül tanulják meg azt is, hogy kell kezelni egy-egy kudarc élményt. Ezen kívül szerintem nagyon fontos, hogy testileg is lefáradjanak, ne csak mentálisan. Ugyanezzel a kettő szemmel ő hogyan látja magát a sportágválasztó? Minden sport úgymond segíti a másikat, és az, hogy a gyerek megtalálja azt, hogy miben érzi jól magát, vagy miben van sikerélménye, jó, hogy mindent ki tud próbálni. Egyébként nagyon jó a hangulat, sok gyerek, szülő kijön és együtt eltölt egy napot, szerintem ez is egy fantasztikus dolog.
Amikor eldöntötted, hogy elkezdesz sportolni, miért pont ezt a sportágat, az atlétikát választottad? Én negyedikes korom óta atlétizálok, akkor pár osztálytársam már ide járt, és ők ajánlották ezt a sportot. Amikor idejöttem, nagyon jó volt a társaság, az első edzésem is szuper volt, élveztem, illetve az edzők is nagyon szimpatikusak voltak, ezért döntöttem az atlétika mellett. Így ameddig csak tudom és élvezem, addig szeretnék atlétizálni. A jövőre nézve szeretnénk versenyt is belecsempészni az eseménybe. Gondolok itt komolyabb versenyre, tehát nem csak a gyerekeknek, hanem itt sportoló gyerekeknek is, akik már versenyszerűen atletizálnak vagy fotballoznak. Tehát, hogy kibővítenénk egy ilyen fesztivál jellegűre. Minden évben, így ebben az évben is azt várjuk, hogy minél több gyerek kezdjen el sportolni, akik óvodások vagy alsós iskolások, de szeretettel várunk a felső tagozatosok közül is több szakosztályba is gyerekeket, mint ahogy mai napon is többen kilátogattak az idősebb korosztály képviselőitől is, és hát azt várjuk, hogy hosszan sportoló emberekké váljanak, nem csak élsportolókká.